A frissen leköszönt polgármestereknek szól a muzsika a Vármegyeháza dísztermében Nyíregyházán. A Vármegye 229 településéből 51 helyen kezdte meg működését új polgármester 2024. október 1-jével. Ezen települések jelentős részén azért került sor polgármesterváltásra, mert a korábban hivatalban lévő polgármester úgy döntött, nem méretteti meg magát újra, vagy nyugdíjba vonult, mondta el Román István. A Vármegyénkben a polgármesterek munkájával a lapjában véve elégedettek az emberek, másik oldalról nézve a polgármesterek is szívesen végzik ezt a tevékenységet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép és rendkívül ember próbáló feladat egyébként a legkisebb településtől kezdve a legnagyobb városokig, és azt mutatja, hogy van itt egy olyan közösség, polgármester közösség a Vármegyében, akikre a lakosság is nagy bizalommal számít, akik felé nagy bizalommal és akiket megbíz azzal, hogy továbbra is intézzék a közös ügyeiket. A 2024-es önkormányzati választásokon mandátumot szerzett polgármesterek döntő többsége függetlenként vagy a Fidesz-KDNP jelöltjeként tudott győzni. Ha megnézzük azt, hogy a polgármesterek, akiket most megválasztottak, milyen színekben indultak a megyében, akkor elmondhatjuk, hogy a több mint 90%-ában, vagy függetlenként, vagy pedig a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatásunként nyerték el a munkájukat, bízták meg őket a helyek azzal, hogy a közös ügyeket intézzék, így azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a Vármegyében földindulás nem történt semmiféleképpen, de ennek az alapja azt gondolom az, hogy elégedett az emberek személyesen a polgármesternek a teljesítményével. Navracsics Tibor a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterének köszönő levelét Román István főispán és Sesznák Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés elnöke adta át azoknak, akik 2024. október 1-től nem folytatják településvezetői munkájukat. A közszolgálat az emberpróbáló feladat, különösképpen polgármester kollégáknak, akiknek olyan sok feladatot kell megoldaniuk, sok esetben olyat is, ami nem tartozik a hatáskörükbe. Tehát egy településnek a menedzselése, az arcának lenni, az egy tényleg emberpróbáló és egész embert igénybevevő hivatás, talán mondhatom így, hogy hivatás, és azt szeretnénk megköszönni ezen az alkalommal, Navracsics miniszter úr megbízásából, amit végeztek a településükért, amit akár évtizedek munkájával is tettek egy-egy közösségért, azt gondolom, hogy megérdemlik az elismerést egy oklevél átadásával. Sesznák Oszkár hozzátette, első alkalommal és egyben hagyományteremtő céllal szervezték a rendezvényt.